senki, sőt, több szépen. Akkor... Kedves kollégák, akkor foglaljatok helyet, és akkor legelőször Harcsa Istvánnak adnám át a szót. Köszönöm szépen. Viktor, megkérhetnélek, hogy gyere. Jó, utána épület. Jó, jó. Hát jó. Viktorra való tekintet, ezt nagy tisztelettel veszünk ezt a mostani alkalmat, mert hát a Fényesek Társadalmi Statisztikai Egyesület a futottak még mezőnyben, Péter, lehet, hogy nem fényezem magunkat eléggé a szociológia területén, bár volt, amikor 100 fős konferenciák is voltak a kezdeti időszakban, 7-8 évvel ezelőtt. No, elhatároztuk, hogy egyrészt elismeréseket szeretnénk adni azoknak, akik a társadalom statisztika, mert hát végül is társadalom statisztikai egyesület vagyunk, akik ezen a téren különösen nagyot alkottak. Most azt is elmondom, hogy 3 díjat terveztünk, az egyik az életműdíj, most adjuk először. Minden díjat most fogunk majd először adni, és eléggé egyhangú volt, amikor Viktorra gondoltunk. Bennem most elnézést, nosztalgikus emlékek vannak, amikor Péterre jöttünk el ide felé, akkor én akkor ismertem, először is az Andor Kanudin keresztül ismertelek meg, többet az írásaidon keresztül, de sokáig nem találkoztunk, és a Hajnal István, mint történeti társaság, az hozott össze bennünket, és épp emlegettük, hogy Velenben, ott a teraszon egy volt kiszálló, vagy valami ehhez hasonló volt, nagyon, igen, volt ott, és akkoriban szűntek meg ezek a volt kisz, meg úttörő táborok. Ott a Hajnalkör megalakulásának hajnalán nagyon jókat beszélgettünk, és hát az még inkább megerősített bennem azt, hogy itt egy alapember vagy a szociológia társadalom statisztika határán. Bár kétségtelen, mi ugye mindig társadalom statisztikusoknak hallottuk magunkat, de valójában mi egy ilyen, a kásában szociológusok voltunk. Azok szociológusok, ilyen leszólással, kis reprezentatív mintával is hajlandók bibelődni, megbízhatatlan emberek voltunk végig, tehát Landorka Rudi kiüzetése Nyitrainé által. Na jó, most nem a KSH-t kell itt múltját méltatni, hanem a Viktort. Viktornak azok a munkái, amelyeket csinált, rengeteg elemzése, de még több olyan, ami a utógenerációnak, vagy bárkinek, vagy a kortársaknak felajánl adatállományokat, földolgozott adatállományokat, népszámlálásokból, vagy nem csak népszámlálásokból, hanem hát épp arról, amiről fogsz most beszélni, fotográfikus hát, iratokból, és hát ünneprontásként is tűnhet, amit mondok, hogy nem nőtt fel hozzád az utókor. Többen, mármint, hogy bocsánat, nem az, hogy ugyanazt csinálják, mint te, hanem megnyitottad az aranybányákat, és ezek az aranybányák, hát, hogy mondjam, eléggé hézakosan kerülnek kitermelésre. Amikor még egy gondolattal megint eltérek, a szociológia válságáról tartottunk a Szelényi Iván egy írása kapcsán tavaly ősszel vitát, akkor több ilyen ehhez hasonló dolgot, Iván kifejezetten válságról beszél, én válságjelekről, akkor bennem az fogalmazódott meg, hogy hát vajon hová fognak tűnni, több gondolat megfogalmazódott, de például ezek az alapok, amelyek megvannak és nincsenek kellően kihasználva, mi lesz ezekkel? Egyszer a hát sok emberrel összekerültem, a Tőkés úr is hazajött egy időre, egy évig itt is kapott valamilyen ismeret a Rudit is. Most mondani akartam, itt lakott a várba fönt valahol egy évig, kapott valamilyen ösztöndíjat, és itt dolgozott, elég sokat találkoztunk is, hát ez már elég régen volt. Ő már akkor mondta, hogy lehet, Istám, hogy én itt most szitálom a
arra a sok homokot, a sivatagba, hogy azokat a gyémántokat és aranyrögöket kiszedjen, majd szépen ide ki fogom rakni, aztán ott marad a vitrínben. Na most, hát ez egy kicsit ünneprontó volt ez a dolog, de bennem volt, mert bennem is van egy ilyen érzés, hogy rengeteg olyan dolog történt, ilyen alapozó jellegű, mások számára untermenként szinte fölkínáltál munkákat, és nincsen, aki a hátadra üljön és folytassa, vagy átvegye. No, azt gondolom, hogy minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy az ilyen dologra odafigyeljünk. És ezekkel a díjakkal az volt a célunk, hogy hát fölhívjuk a figyelmet, hogy kérem, van ilyen, ne menjen a feledés homályába. Egyre többet kellene az ilyen dolgot tematizálni. Még azt is el tudom képzelni, hogy most abszolút rögtönzök, ha már az előbb eszünkbe jutott Andorka Rudi 20 évvel ezelőtt halt meg. Én, Viktor, Isten tartsa meg sokáig körünkben, hát hírverésként meg össze lehetne állítani valamikor egy-két éven belül ezekből a dolgokból, hogy mi minden nem hasznosult, tehát egy kicsit az önreflexió jegyében, egyébként a fetében, hogy a kritikai értékelés, az szakma önreflexiója egy kihaló dolog, azt gondoljuk, hogy ezt csinálni kell, mert olyan napi járomban dolgoznak a szociológusok, oktatás miatt, és megjegyzésem, hogy meglehetősen gyenge eredménnyel, amelyben nem csak ők a ludasok. Ilyen civil szakmai egyesületeknek, mint a FETE is, azt gondolom, hogy erre föl kellene hívni a figyelmet, és ne 10 vagy 8-an jöjjünk össze egy ilyen alkalommal, hanem ennél többen. Úgyhogy búmat bánatomat ennek kapcsán elmondtam, mert ha valamennyire meg még emlékszel rá, én valahogy mindig az egyenes beszél, és nem a nagy dicséretek, nem az ömlengés, és hogy most itt nagy ünnepet csapunk, ennél a szívünkben persze ünnep, mert itt vagyunk, és elismerést adhatunk neked, amit hát fogadjál tőlünk el, és azt kívánom, hogy köreinkben többet fordulj meg, és az előbbi, hogy mondjam, hangos gondolkodásból felmerült ötletre térjük vissza. Egyetek, akkor így néz ki maga. Hát a Péter mondta, hogy ezt azért illeni ismertetnem, én inkább fejből mondom el, tehát ez az élet... Jó, tudom, Péter most összevonna a szemüldökét, mint a rózsaszádor, ez... Akkor mégis igazat van. Jó. Azért én a Péterrel nem szeretek tengelyt törni, úgyhogy felolvasom, csak nem vagyok az olvasás híve. No, a Fenyeselek Társadalom Statisztikai Egyesület díjat alapít azzal a céllal, hogy ösztönözze a társadalom statisztikai adatok felhasználását, továbbá elismerje az e-célt szolgáló tevékenységet. Ezt nagyjából el is mondtam. A díjjal együtt a FETE további két az alapítás során is deklarált alapvető törekvésének kíván teret adni. Az egyik missziós törekvésként a FETE a minőségi társadalomtudományért, ez egy lózungunk, ez itt, ja itt is van, így van. És a másik pedig a műhelyi és szakmaközi kapcsolatok ösztönzése, amely erősítheti a szakmai kohéziót és közös gondolkodást. Hajnalkör, akkor is hányan különböző műhelybe jöttünk. Tudom, ez a konferálás, a kommentálás nem illik hozzá, de... Jó. Hát elnézést, én nem egy művi dolognak, ezt valahogy szívből szeretném a dolgot mondani, és ami bennem feszül ilyenkor, ezt hozzá kívánom tenni kommentként. No, életműdíjat kaphat az a személy, aki több évtizedes kutatói, illetve kutatásszervezői pályafutása során sokat tett a társadalmi statisztika érdekében és a releváns adatok hozzáférhetősége érdekében. A díj elnyerésében kiemelt hangsúlyt kapnak azok a kutatók, akik amellett, hogy a feltárt adatokat saját műveikben felhasználták,
ezek eléréséhez és hasznosításához kollégáinkat és tanítványinkat is hozzásegítették. Tulajdonképpen én most ezt a dolgot emeltem ki, mert ez nekem a szakma iránti alázat, ami nagyon kevés, egészen másról szól, nem csak a szociológia, hanem más szakma is. A tudományban ez a dolog, sajnálatos módon ez a dolog is elég kevés hangsúlyt kap. Nos, röviden a díjazott munkássága. Karádi Viktor a 80-as évek óta nyomtatott és kéziratos források alapján összességében milliós nagyságrendű részben személy, részben agregátumsoros adatbázis sorozatot épített az 1850 és 1950 közötti magyar társadalom történetéről. Ezen adatbázisok kollegiális megállapodások keretében mások számára is hozzáférhetők. Könyvei, tanulmányai, előadásai empirikus alapon állva, a magyar társadalom történet meghatározó folyamataként elméletalkotó igénnyel mutatják be az allogén csoportok emancipációját, illetve elitbe kerülését. Angol és francia nyelvű munkássága felhívja a figyelmet a hazai történeti források nemzetközileg egyedülálló gazdagságára, ami tényleg igaz. Több szakmai műhely vezető személyisége eredményeit rendszeresen bocsátja a vitára, más tudományos fórumokon is, MTA bizottságok, hajnaltársaság, Etelia, Magyar Szociológiai Társaság, SSH, Interpol. Hát, Viktor, Péter kívánságának is eleget tettem. Nagy örömmel adom el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretném. Kedves barátaim, köszönöm a megtiszteltetést, és rögtön reflektálnék arra, amit a István mondott, amennyiben két dolgot emelnék ki, hogy az életmű díjért, hogy mondjam, ambivalens érzelmeket táplálok, mert hogy remélhetőleg az életművem még nem teljesen lezárt, sőt, hát, hogy itten még dicsekedjek is, most készítettem válogatott műveimnek a sorozatának a most készítem elő a sorozatot, és eddig 9 kötetnél tartok, úgyhogy de ezek csak a megírt és fordított művek, tehát részben megjelent, részben fordított, nagy részük pedig fordított külföldi nyelvekből, és remélem, hogy az életművemet lényeges dolgokkal még ki fogom egészíteni. A második pedig, hogy azért vagyok valamelyest valóban meghatva, mert hogy a statisztikai társaság oldaláról én eddig elég kevés visszajelzést kaptam, megvallom, viszont a KSH könyvtárán azt majdnem, hogy otthonomnak tekintettem a utolsó 30-40 évben, majd ebből röviden kitérök az előadásomban, amelynek lesz egy ilyen ego történet része is, mert hogy ez hozzátartozik ahhoz, hogy hogyan is jöttem, hogy hogyan is jutottam ehhez a témavilághoz. Most már úgy látom, hogy én is dadogni fogok, ami koromnak megfelelő. Szóval a KSH számomra egy abszolút otthon, és ahányszor bemegyek, és valami ártatlan dolognak utána akarok nézni, azért akkor mindig fölfedezek olyan dolgokat, amikre hát eddig nem bukkantam. Tehát számomra ez egy kiberíthetetlen, valóban aranybánya. És hozzátenném azt a nem eléggé hangsúlyozható megállapítást, hogy a magyar statisztikai irodalom, meg ennek a forrásai, azok a források, amelyeket a statisztikai irodalom, mint nyersanyagot a társadalomtörténészek rendelkezésére bocsájtott, ez azt hiszem, hogy tényleg egyedülálló Európában. Szóval Európában tudtommal olyan adatsorok, amelyek Magyarországon hát a kommunizmus idejéig végig léteztek, a kommunizmus alatt is történtek érdekes kezdeményezések, egyesek nagyszerűek, például amit épp az Andor Kahudi feldolgozott a 30-as éveknek a mobilitási körülményeiről, ezek egyedülállóak. Sehol Európában, a világon tudtommal hasonló adatbázisok nincsenek, és hasonlók sosem dolgoztak föl ennek megfelelően. Tehát itt mind a két oldalnak a tevékenységét, ennek a gazdag, fényes elek óta nagyon gazdag statisztikai irodalomnak a jelentőségét
is hangsúlyozni kell. Amellett, hogy én az én személy működésem valóban ehhez kapcsolódik, ezt akkor kezdjük rögtön ebben az életrajzi reflexióval, hogy én ugye közismerten nem Magyarországon nyertem képzettségemet, amennyiben hát 58 után Párizsban tanultam, és utána 65-től hát ott is dolgoztam, szakmailag, mint szociológus, és kezdettől fogva tulajdonképpen ilyen történelmi statisztikai témákkal is foglalkoztam egyre intenzívebben, és már ugyan az első munkáim azok a francia szociológia történetéhez kapcsolódtak, amennyiben a klasszikusok kiadását foglalták magukban, de rögtön miután az első nagyobb kötetek megjelentek, ugye a Durkheim kötetek, a Mauss kötetek, Halbwachs kötet, rögtön ezzel párhuzamosan elkezdtem felépíteni egy olyan adatbázist, ami nagyon hasonlít azokhoz az adatbázisokhoz, amelyeken azóta is dolgozom, és még folytatódni fog, amennyiben elkezdtem a francia irodalmi, a bölcsész szektornak, a egyetemi bölcsész szektor résztvevőinek, főképp az elit résztvevőinek a prozopográfiai feldolgozását. Na most prozopográfiát azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy micsoda. Egyszer a Közép-Európa Egyetemnek a adminisztrációján megkérdezték, hogy a prozopográfia az olyan, mint a pornográfia. Mondtam, hogy hát nem egészen, de vannak párhuzamos elemei. Olyan értelemben, hogy itt mind a kettőben azért ilyen alapvető élettel kapcsolatos adatokat hát dolgoz föl az ember, és próbál hasznosítani. Na most a prozopográfia valóban egy érdekes megközelítés, ami azonban a hiedelmekkel ellentétben egyáltalán nem egy új dolog. Ezt már az utolsó 200 évben nagyon sokan használták. Például olyan kollektívák föltárására és a kollektívák hát kollektív profiljának a föltárásában, mint az egyetemi népességek, diák népessége, középkori diákság, rengeteg ilyen munka született. Ezeknek azonban azt hiszem, hogy inkább csak kezdeményező jellege volt, mert hogy amit mi csinálunk a utolsó, most már 21 évben Nagy Péter Tiborral, mindjárt elmondom, hogy én egy kicsivel korábban kezdtem, annak a természete azért eléggé más. Na most, hogy történt az, hogy én elkezdtem Magyarországon ilyen prozopográfiai, statisztikai munkákat csinálni? Úgyhogy a francia témáim között volt ez a konkrét kezdemény, hogy személysorosan megpróbáltam azonosítani a bölcsész értelmiséget úgy egy ilyen 150 évben keresztül, tehát a Napóleon idéktől kezdve, amikor még ez a bölcsész értelmiség hát igen kicsi méretű volt, egészen a II. Világháború utáni viszonyokig, és ez úgy történt, hogy elmentem a megfelelő levéltárakba, és ott a forrásokból hát elkezdtem kiírni az adatokat a különböző elitcsoportokra. Az első ilyen volt a École Normale Supérieure, ami abszolút csúcselitje ennek a bölcsész társaságnak. Utána lementem a tanári szakdiplomásokig, utána átmentem a doktorátus szerző csoportjához, és szerencsére kaptam segítséget, tehát ezt nem személyesen kellett földolgoznom, ez egy ilyen, mint egy 20 000-es adatbázis épült, és ezt mindjárt a 60-as évek végén, 70-es évek elején elkezdtem. Abban a konklúzióval sajnos, hogy akkoriban még nem voltak személyi számítógépek, tehát a komputerizálás, az ilyen kollektívákra vonatkozó számítások, azok ilyen nehézkesek voltak, kivéve az ember nagy apparátusa volt. Na most én egy kezdő kutatóként semmifajta apparátussal nem rendelkeztem. Néha kaptam valami pénzt, hogy egy-egy személy formában, tehát segédmunkás formájában segítséget kapjak, de semmi mást. Úgyhogy az adatbázist felépítettem,
De a feldolgozást tulajdonképpen úgy, ahogy szerettem volna, nem tudtam elvégezni. Ez életemnek egy jelentős kudarca, hogy egy ilyen 20 000-es és nagyon jól körülhatárolható, a francia értelmiségnek egy nagyon jól körülhatárolható részére vonatkozó adatbázist megcsináltam, és nem tudtam igazából feldolgozni. Úgyhogy a nyers anyagok még mindig papíron vannak, ilyen nagy formátumú ívek formájában, amelyeken mindenféle személyi adat, meg bibliográfiai adat, az illető személyre vonatkozó adat rajta van, de technikailag ezt nem sikerült feldolgozni. Ez sokkal több pénz, és hát főképp kellett volna, illetve az kellett volna, hogy léteztek volna személyi számítógépek, amelyekre már eleve be lehetett volna az adatokat táplálni, ahelyett, hogy papírral ilyen lukkártyákkal vinni, és a lukkártyákat reményteljesen feldolgozni gépekkel, amely gépek a 60-as évek végén, 70-es években még óriási nagy gépek voltak, és hát központilag nagy egyetemek, nagy intézmények rendelkeztek csak ilyennel. Tehát régen technikailag nem volt megoldható az, hogy az én lehetőségeimmel legalábbis, hogy ezeket rendesen feldolgozzuk. Na most, azért a probléma, tehát az, hogy értelmiségtörténetet lehessen úgy csinálni, hogy az ember a elit csoportoknak a tagjaiból indul ki, az bennem volt, úgyhogy már nagyon korán eszembe jutott az, hogy Európában olyan fajta csúcsértelmiség, amelyet hivatalosan diplomái, illetve iskolázottsága alapján mint csúcsértelmiség definiáltak, kevés helyen volt. Az egyik hely az Olaszország volt, ahol Napóleon már megalapította a École Normale-nak a megfelelő Scuola Superiore-t Bízában, és aztán század végig, 19. század végén Magyarországon, ahol a ötvös kollégiumot megalapították. Lényegében ilyen az École Normale mintájára, bár persze a magyar rendszerben egészen másképp funkcionált ez a ötvös kollégium. Úgyhogy hazai munkámat avval kezdtem, hogy 1972-ben, pontosan emlékszem, beültem az ötvös kollégium, nyáron voltam itt, beültem az ötvös kollégium könyvtárába, és ott elkezdtem a beiratkozási naplókat, illetve ilyen dossziékat nézni, és meg is találtam, lényegben elég jól megőrzött állapotban voltak, bár az akkori igazgató, Tóth Gábor, ha jól emlékszem, külön kiemelte, hogy ezeket a papírokat ő szétszórt állapotban találta, és részben a földről szedte össze, mert hogy amikor feloszlatták a ötvös kollégiumot 49 végén, 50 elején, akkor ezekkel már senki nem törődött, tehát egyszer nem foglalkozott senki a levéltárral, de ő aztán próbálta maximálisan összegyűjteni a maradékát ennek a levéltárnak. Na most párhuzamosan avval, hogy nekiálltam megnézni, és konstatáltam, hogy vannak ilyen személyre lebontott jó információk a ötvös kollégistákról, kezdtem utána nézni a statisztikai irodalomnak, hogy mi van a magyar értelmiségről. És akkor jöttem rá, nem kellett sokat keresgélni, hogy a magyar értelmiség az európai értelmiségnek valószínűleg az egyik legjobban dokumentált előtörténetével rendelkezik, amennyiben, hát mondjuk ezek nagyon közismert dolgok, egyrészt a statisztikusok maguk kezdettől fogva nagyon intenzíven foglalkoztak iskolaszociológiai adatgyűjtéssel és adatpublikációval. Ugye mind a budapesti statisztikai hivatal Kőrösivel, mind az országos, ugye Keleti Károlyékkal, és aztán Tillinggel és a többiek, Tilling az budapesti volt, de a többiekkel kezdettől fogva nagyon követték a értelmiség képzésnek a statisztikai lenyomatait, és ebből kitűnő publikációk, mégpedig olyan publikációk kerültek elő, amelyek Európában nem léteznek. Tehát például vallás és anyanyelv specifikus adatokat, hát nem tudom, hogy hol lehet találni. Lehet, hogy
vannak európai ország, mit tudom, Finnország, ahol ilyenek vannak, mert hogy a nyelvi megosztottság ott is nagy téma volt, de nagyon kevés, amit én ismerek, Nyugat-Európában semmilyen nincsen. Tehát vallási megosztottsága, igaz, hogy mondjuk hozzá kell tenni, hogy a vallási megosztottságnak olyan szerepe az értelmiség képzésben, mint Magyarországon, talán sehol máshogy nem volt, de erre való statisztikai figyelem sem volt ennek megfelelően. Na most ennek aztán a lenyomatai bizonyos szempontból hát elkápráztattak. Például az a tény, hogy Magyarországon légben minden érettségizőt, sőt minden középiskolába beiratkozót személy szerint azonosítani lehet, és aztán, ha az embernek szerencséje van, és még nem dobták ki a beiratkozási naplókat, akkor meg lehet találni a beiratkozási naplóit, tehát egy csomó alapadattal. Na most ehhez képest én emlékszem, hogy Párizsban kerestem a leghíresebb, a legelőkelőbb, legelitebb középiskolák tanulóival vonatkozó ilyen beiratkozási naplókat. És emlékszem, a Henri Quatre középiskola, ami ott van a Pantheon mögött, tehát abszolút tőszomszédságában, a többi nagy iskola is ott van a Pantheon tőszomszédságában, ebből a szempontból ezek nem rendkívüliek, de amikor adatokat keresett a diákokkal, akkor kiderült, hogy semmifajta adat nincs, csak az, hogy ebbe az osztályba jártak, és aztán, hogyha érettségiztek, akkor bizonyos adatok vannak, tehát hogy az, hogy leérettségiztek, ennyi adat van, semmi. Semmi fajta születési, háttéradat, szülők foglalkozása, semmi. Na most Magyarországon is egyébként az egész osztrák monarchiára érvényes, mindezek az adatok, hát a 70-es évektől már elég rendszeresen, de egy csomó iskolában már korábban is, tehát már 50-es évektől, ugye a 49-es nagy iskolai reform óta rendelkezésre állnak. Na most miután ezt elég gyorsan tisztáztam, hát nagyon gyorsan kezdett az érdeklődésem áttevődni ilyen magyar értelmiségtörténeti témákkal. Nem hagytam el a francia témáimat egy 15-20 évig, de azért rájöttem, hogy ezek a dolgok sokkal érdekesebbek, sokkal, a források sokkal gazdagabbak, sokkal inkább érdemes ebben foglalkozni. És hát persze mondjuk az affinitásom, a személyes érdeklődésem ezek iránt hát sokkal intenzívebb volt, mint a egyébként szintén nagyon érdekes francia témáim iránt, amelyekbe beledolgoztam közben magamat. Na most ezt a munkát, hogy csináljunk prozopográfiát magyar értelmiségi elit csoportokról, ezt először kicsiben csináltam a 70-es években, úgyhogy például a bölcsész értelmiséget nagyjából a 3, illetve 1913 óta 4 egyetemről, beleértve a műegyetemet is, aztán ezt később kezdtem, de a bölcsész értelmiséget magát elég szépen sikerült összeírni, legalábbis a 40-es évek, 40-es évek végéig. Hát ezek papíron meglévő anyagok voltak még, mert 70-es évek még nem volt személyes számítógép. Na most itten ezek a, mondom, nagyon amatőr jellegű munkák, ezek kevés publikációval jártak. Viszont a 90-es évekre eljutottunk ugye oda, hogy egyrészt bejött ez a technikai forradalom, hogy számítógépek vannak, és hát az anyagokat nem kell papíron írni. Én ezeket a bölcsész összeírásokat még mind papíron kezdtem, és ilyen cetlijeim vannak nagy tömegben a diplomásokról, illetve a iskola beiratkozottakról, egyetembe beiratkozottakról. A 90-es évektől ez a probléma megszűnt, mindent be lehetett tenni a számítógépbe, és utána egy tehetségesebb technikus segítségével ezekből gyönyörű összeállításokat, kereszttáblákat, több változós anyagokat lehetett összeállítani. De ez még azért nem merítette ki a lehetőségeket, mert hogy egy
mindig úgy dolgoztam, egy kicsit magamat megcáfolva, hogy hát a bölcsész értelmiség nagyon érdekes, de ahhoz, hogy a bölcsész értelmiséget egyáltalán értelmezni lehessen, hogy honnan jött, hogy milyen pályája volt, hogy milyen társadalmi presztízse volt, hogy milyen publikációs lehetőségei voltak, azt is kellene tudni, hogy a többi értelmiségi csoportnak milyen hasonló adatai vannak. Úgyhogy a ilyen hógolyószerűen gömbölyödött és nőtt a begyűjtendő adatoknak a tömege, amíg eljutottunk a 2000-es évekig, és a 2000-es években, amikor már Péterrel együtt dolgoztunk, szerencsére több lehetőséget kaptunk, anyagi lehetőséget ahhoz, hogy végül is ezt a totális fölmérést a magyar értelmiség modernizációs pályájával a feudális, késő feudális viszonyok, tehát a 850-es évektől egészen a kommunista évekig hát megvalósítsuk. Itt három, azt hiszem, nagyobb lökés, két nagyobb lökés, három nagyobb lökés kaptunk. Az első az egy OTKAP pályázat volt, a második egy nemzetközi pályázat, amelyben hát sikerült két balti országot is becsempészni, olyan országokat kerestem, ahol nagyon kicsi országok lévén nagyon kevés volt az értelmiség, de nagyságrenddel kisebb munkát jelentettek. És a harmadik pedig a legutolsó ilyen nagyobb nemzetközi munkába való részvételünk, ez viszont már nem a 48-ig, 50-ig aktív értelmisége vonatkozott, hanem pontosan a II. Világháború óta praktizáló társadalomtudósok, tehát a társadalomtudománynak a személyzetére vonatkozott. Tehát ez mondjuk egy valamelyes más természetű fölmérés volt. Mindenképpen a három fölméréssel most már egy olyan adatbank rendszer felett rendelkezünk, amely Pista nagyon jól említette, hogy egyrészt a rokonlelkű és érdeklődési kutatók rendelkezésére is áll, mindig is nyitva voltunk ilyen irányban, hogyha szakmailag megalapozott érdeklődéssel találkoztunk. Másrészt meg diákok dolgoznak, pillanatnak két diákon dolgozik hasonló anyagokon, az egyik az a két világháború közötti numerus clausus alól elmenekült diákokat dolgozza föl, a másik pedig szintén egy PhD kutatás keretében a kereskedelmi, tehát nem szellemi elithez tartozó kereskedelmi diplomásoknak a kereskedelmi iskolák, ugye voltak a felső kereskedelmik, voltak a közgázegyetem, voltak egyéb más kereskedelmi főiskolák, ugye kereskedelmi akadémiák a 870-es évektől kezdve aztán. Tehát ezeknek a diákságát dolgozza föl, de a mi fő csapásunk, a fő tematikus területünk egy olyan totális prozopográfiai fölmérésnek az összeállítása, amelynek hát 3-4 fő rétege van. Ezeket nehéz másképp leírni, mint rétegek, amely tudnék, ezek részben fedik egymást, mégpedig természetszerűleg fedik egymást. Ezek a következők, az érettségizők, tehát az összes érettségiző, akiknek a érettségiző osztályoknak a tanulói, független attól, hogy aztán érettségiztek-e vagy nem, legtöbben érettségiztek. Attól avval a megkötéssel, hogy ezeknek az anyagaikat, tehát levéltári anyagaik, amelyeken dolgoztunk, nem teljesen állnak rendelkezésre, egy részük elveszett egyszerűen, úgyhogy ezek ilyen 65%-ban ezeket sikerült azonosítani. A másik réteg az a legnagyobb réteg, vagy azt hiszem az a legnagyobb réteg, az egyetemi diplomások és egyetemi diákoknak az anyaga, úgy a 1870 és 1950 közötti években. Ez majdnem teljes, meg kell mondanom, hogy itt kevés hiányunk van. Az egyetlen nagyobb hiány azt hiszem a jogi karnak a két világháború közötti részére vonatkozik, ahol egyszerűen túl nagy volt az anyag ahhoz, hogy mindenkit fölvegyünk, tehát ott csak ilyen mintaéveket
tettünk le, amelyek azért a diákságnak a 80%-át tartalmazzák, tehát itt vannak bizonyos hiányok, itt vannak. De egyébként az összes magyar egyetemikkal és az összes magyar főiskolának, kivéve a teológiákat, mondjuk tegyük félre, azokra is vannak anyagaink, de azok nem teljesek. Tehát a papi értelmiséget azt teljesen nem tártuk föl. A többi értelmiséget azért mondhatnám, hogy teljesen föltártunk olyan értelemben, hogy a diplomások majdnem mind megvannak, a beiratkozó diákoknak a túlnyomó része is megvan. Na most van egy e fölött még egy vagy két rétege ennek a fölmérésnek. A következő réteg az főképp Péternek a munkája, ez az enciklopédiákban szereplő értelmiségi csoportoknak a felmérése. A összes magyar enciklopédiát, illetve ilyen enciklopédikus forrás, tehát életrajzi, hogy mondják ezeket, életrajzi összeállításokat, ilyen magyar életrajzi lexikonokat, ezeket földolgoztuk. És ugye ez egy nagy szabású munka volt, ahol hát rengeteg munkatársnak kellett dolgozni, de mondom, kaptunk támogatást, tehát ez viszonylag jó körülmények között sikerült. Aztán olyan forrásokat, mint a Színyei féle, vagy a Gulyás féle, ugye magyar írók élete és tevékenysége összeállításokat. Tehát ez volt a harmadik szintje ennek a nagy, gigantikus, mondom, prozopográfiai anyagnak. És volt egy negyedik szintje is, amely hát nem lehetett teljes. Ezek különböző értelmiségi szakmai csoportoknak a listáin alapuló feldolgozások, amelyek, mit tudom, az ügyvédek, az orvosok, aztán különböző esetlegesen összeálló ilyen történelmileg érdekes értelmiségi csoport, mit tudom, a Galilei kör tagjai, vagy hát vannak olyan összeállításaink, hogy egyes tiszti csoportok, akikről tudtuk, hogy hát akikről tudtuk, hogy tisztek, és viszont nem tudtuk, hogy milyen iskolába jártak, a legtöbb ilyen persze ludovikások voltak, és a Ludovikában is dolgoztunk. Mindenféle, na most itt van, ez egy olyan, ez a negyedik szint, ez egy olyan forrásmező, amely hát bővíthető. Ugye rengeteg ilyen lista létezik, ilyen, amely potenciálisan használható a kiegészítésre. Azt szerint, hogy ki mi iránt érdeklődik, ha valaki egy értelmiség csoport iránt érdeklődik, mit tudom én, a debreceni értelmiség iránt, akkor mi egy pár gomnyomással azonosítani tudjuk mindazokat, például akik Debrecenben születtek. Több ilyen forrásunk van, olyan helyi forrás, tehát azokat is, akik Debrecenben jártak iskolába, azokat külön, akiknek az apjuk Debrecenben lakott, amikor egyetemre jártak, tehát többfajta megközelítéssel, de a gépvevitt bibliográfiai adatbázisunk alapján tudunk ilyen segítséget nyújtani kutatásokhoz, illetve kutatásokat generálni. Tehát ez a negyedik réteg, ez bőven bővíthető. Na most, ami sajátossá, és azt hiszem, hogy egyedülállóvá teszi ezt a adatbankunkat, az, hogy a többfajta rétegű és többfajta forrásból összeálló adatbázisok, ezek személysorsan most már egymásra vannak hát vetítve, mondjuk ezt így, tehát összesítve, egy kompjúteren belül azonosíthatók. Tehát azok, akik ötvös kollégiumban jártak, akik megfelelő adatokkal, akik pesti egyetemre jártak megfelelő adatokkal, akik bizonyos értelmiségi csoportokhoz tartoztak megfelelő adatokkal, és akik esetleg a magyar lexikonokban, vagy külföldi lexikonokban szerepeltek szintén megfelelő adatokkal, azok egy adatbázisban a kompjúteren belül megtalálhatók. Ha valaki bármi ilyen értelmiségi csoport iránt érdeklődik, akkor nagy valószínűséggel tudunk ehhez ilyen
nagyon konkrét segítséget adni, hogy azonosítani a résztvevőket. Tehát ez volt a nagy munka. Na most nem akarok részleteket, technikai részleteket mondani arról, hogy hát mi mindenre lehet ezeket az adatbankokat használni, de azért egy pár témát mondjuk felemlítenék, amelyeknek a kutatása eddig ennek ilyenfajta adatbank hiányában nem volt lehetséges. Ugye az első nagy téma, amit említenék, az a regionális, a értelmiség regionális megosztottságának a témája. Ugye arra vannak statisztikák, hogy orvos, ügyvéd, mérnök egy bizonyos korban, főképp csak a 900-as népszámlálástól kezdve, hol volt aktív, tehát milyen megyében volt aktív. De arra már semmifajta adat nincs, például, hogy amit az előbb említettem, hogy Debrecenből milyen volt az értelmiség kiáramlása, vagy egyáltalán magyar értelmiségnek milyen háttér eredet adatai vannak regionálisan. Ugye ez egy hatalmas téma, és rendkívül sok a felfedezni való, mert hát itt lehet pontosan demonstrálni különböző szakmákon belül ennek a nyugat-keleti lejtőnek a létezését, illetve nem létezését. Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy ez a nyugat-keleti lejtő, ez erősen kimutatható a keresztény értelmiségben, a zsidó értelmiségben is, de a zsidó értelmiségben inkább egy észak-déli lejtő mutatható ki. Olyan értelemben, hogy északon sokkal kevesebb a értelmiség képzés, és délen sokkal nagyobb. Ez nagyjából lefedi, de nem teljesen, nagyjából lefedi a neológia és az ortodoxia szembeállását, de hát nem teljesen. Tehát ebben aztán rengeteg részletet érdemes megfigyelni. Például, amit külön dolgoztunk, az erdélyi értelmiségképzésnek a sajátosságait. Ugye itt az erdélyi értelmiség azért is érdekes, mert rendkívül összetett, ugye. Ott van egy nagyon erős német tömb, ugye a német száz tömb, van egy nagyon erős katolikus magyar tömb, van egy nagyon erős, hát történelmileg dominánsnak tűnő református tömb, és azon kívül hát van egy zsidó tömb is, természetesen mindenütt, mondjuk a zsidó tömb nem nagyon erős, de hát itt is nagyon erősen kidomborodik annak az egyenlőtlenségek, a különböző ilyen felekezeti nemzetiségi csoportok közötti egyenlőtlenségek, és hát itt is rengeteg részmegfigyelést lehet tenni, ha az ember ilyen pontos adatbázison dolgozik. Most csak fölemlítek egy pár ilyen eredményt, ami engem is, minket is meglepett. Például a erdély értelmiségben elég egyértelműen kimutatható, úgy, mint másút, a zsidó túlképzettségnek a jelensége, tehát a zsidó túliskolázás és az értelmiségben való erős zsidó jelenlét. Viszont emögött, a erős zsidó jelenlét mögött vannak olyan jelenségek, amelyek már egyáltalán nem közkeletűek és közismertek. Például az, hogy a zsidó iskolázottságban, ez főképp ez külön összeállított 1910-es és a Kásmában, a levéltárban Péter által azonosított adatbankból derül ki, hogy a zsidó értelmis, zsidó iskolázottságnak a legerősebb része az nem a csúcselitben való részvétel, a csúcsértelmiségi képzettség, hanem az alacsony képzettség, mondjuk a négy középiskolával jellemezhető képzettség. És itt szembeáll a zsidó iskola stratégia a nem zsidó stratégiával, amennyiben a nem zsidóknál viszonylag több az értelmiségi, viszont viszonylag kevesebb a négy osztályos, ami egy elég furcsa paradoxon. Tehát, hogy százalékosan, korcsoportosan a négy osztályosoknak a súlya
alig több, mint a 8 osztályosoké. Ez minket is nagyon meglepette. A zsidóknál viszont nagyon széles ez a 4 osztályos, 4 középiskolás bázis, és aztán megy föl a piramis a 8 osztályos, a értségit, illetve azon túl képzett csoportok felé. Na most ez mit van az, aki a 4 osztályt sem végezte el? Azok is megvannak, természetesen meg írástudatlanok. Összemérhetőt akarok? Pontosan, hogy nem. Hát a írástudatlanság több szintje van ennek a mérésnek. Van írástudatlanság, van az, hogy írni, olvasni tud, van az, hogy 4 osztály, 4 középiskolai osztályt végzett. Az elemi, van az, hogy elemi is, de az elemi az egy pontatlan fogalom, mert az lehet 3 osztályos, és 4 osztályos, és 5 osztályos, és 6 osztályos. Az csak 20-tól van. Tessék? Az csak 20-tól van. Tehát a 910-es... Igen, tehát nincs elkülönítve. Nincs elkülönítve. Viszont a 4 középiskola az el van különítve. Most a 4 középiskola között lehetett polgári is, meg gimnázium, meg reáliskola. De az egy eléggé megfogható és valós iskolai teljesítmény. Na most itt van ez a nagy különbség, hogy a zsidó iskolázottaknál ez egy nagyon széles bázis, ez a 4 iskola, 4 középiskola bázis, a keresztényeknél egy nagyon keskeny bázis. Hát sok ilyen nagyon érdekes összefüggést lehet látni. Másik, az erdélyi szintén most csak hangosan gondolkodom, ilyen erdélyi megfigyelések, hogy Erdélyben a hiedelmek ellenére egyáltalán nem a református értelmiség volt domináns, hanem a csúcsértelmiségben a katolikus erősebb volt, mint a református. És egy szinten volt az evangélikussal. Na most, de úgy, hogy a katolikus az valamivel képzettebb volt a érettségizők, illetve az a fölött teljesítők között. Ez megvalom, hogy meglepett minket, mert hogy nem erre számítottunk, ugye? Az, hogy a reformátusok nincsenek a legmagasabb szinten, iskolázottsági szinten, ez egy országos jelenség. Aztán, ha az ember belemegy a részletekbe, akkor sok más különbséget is lát itten a csoportok között. Most csak egy emlékeimben turkálok, és ilyen erdélyi eredményeket említek. Na most, ha már itt a reformátusoknál tartunk, akkor egy másik olyan érdekes elményt említenék, ami abból jön, tehát onnan származik, hogy ha az ember a Magyarországon képzetteket összehasonlítja a nem Magyarországon képzettekkel, amelyeknek a volumenje 1919 előtt még nagyon széles. Tehát 1910-es számok szerint a korabeli diákok, egyetemisták, felsőoktatásban részvevő diákoknak 10%-a külföldön volt. Ami nem azt jelenti, hogy ez a 10% előzőleg nem magyar iskolákból jött volna, vagy hogy előzőleg nem magyar egyetemekre járt volna, de mindenképpen ez egy pillanatnyi állapot felmérés, hogy a világháború előtt a magyar diákoknak a 10%-a külföldön létezett, külföldön tanult. Ugye ez a Szogi Laciéknak a szintén prozopográfiai összeállításaiból derül ki. 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt ez még 20% volt. Tehát a 80-as években még a honi diákságnak a 20%-a volt külföldön. Na most, ha az ebben a külföldön tanulókat és a belföldön tanulókat összehasonlítja viszont, ezek ugyanazok jó részt, akkor viszont óriási különbségeket lehet látni. És ezek a különbségek, hát értelmezhetők modernizációs szintkülönbségként is. Ez egy kicsit durva megfogalmazás, de hát aki először a Pesti Egyetemben iratkozott, és utána elment Bécsbe, és utána elment esetleg Lipcsébe, azért az egy ambiciózusabb értelmiségi pályára készült föl, mint az, aki csak Pesten, vagy pedig esetleg csak Kolozsváron maradt. Na most, de mindegy, hogy minősítjük, a különbségekkel akartam hangsúlyt fektetni, amelyeket másképp, mint ilyenfajta hát, totalizáló prozopográfiai felmérésből nem lehet kiolvasni. És a különbségek drasztikusak, tehát lényegében van két fő vonal a különbségeknek. Az egyik az, hogy a
német ajkúak, vagy német nevűek. Na most itt jön be a mi fölmérésünknek az egyik rejtett dimenziója, hogy mi a neveket is kódoltuk és kategorizáltuk. Nagyon egyszerűen, tehát magyar nevűek, minden, ami magyarul értelmezhető, nagy, kis, széles, stb. Azok magyar, és amikor már groß und klein und weit und was immer das sein soll, akkor az német, és akkor volt a magyar értelmiségnek egy szláv, illetve román része is, az pici volt, a román rész nagyon pici volt, a szláv rész már nem volt olyan pici, ez ilyen 15%-ra becsülhető, ez lényegben szlovák volt. Na most a szlovákok mellett még voltak, de nagyon kis csoportként szerbek, horvátok is. A lényegében akik bennmaradtak a magyar értelmiség fővonalában, azok szlovák hátterűek voltak 90%-ban. Na most ezek között viszont óriási egyenlőtlenségek voltak abban a szempontból, hogy ki ment külföldre és ki nem. Hát a magyar hátterűek sokkal kevés, tehát a magyar nevűek, a nevek alapján sokkal kevésbé mentek külföldre, mint a többiek. Na most ez nagyon triviálisnak tűnik ez az összefüggés, de itt egy alapvető egyenlőtlenségről van szó. Tudnék az, hogy a magyar értelmiségnek a nívósabb része, most csúnyán mondom ezt, azért az vagy német volt, vagy zsidó volt, vagy kisebb mértékben szláv volt, mert ugye a szlovákok is mentek Bécsbe, nagyon gyakran, és akkor a debreceni kálvinisták azok bizony nem mentek Bécsbe. A kálvinistáknak a részvétele a külföldi tanulmányokban töredéknyi, tehát ilyen 6-7% a 15% kálvinistával szemben. Ez egy nagyon drasztikus különbség. Az evangélikusok azok mentek külföldre is. Az evangélikusok Németországban az összes magyar hátterű németországi diáknak a 35-40%-a evangélikus volt. Tehát itt az összefüggések azok hát nagyon erősek, nagyon drasztikusan kiválnak a nem magyar hátterűek egyrészt, a színmagyar, ősmagyar, bárhogy definiáljuk hátterűekkel szemben, és hát ez azt hiszem nagyon erős, hogy mondjam, meghatározója aztán a értelmiség belső szerkezeti elemeinek, és ezek érdemes tovább gondolni, hogy milyen hatással volt aztán a értelmiség újra képzésére, reprodukciójára, egészen máig tulajdonképpen, mert még máig is más körülmények között teljesen új felállásban, de még a kommunista értelmiségképzésben is, hát közismerten megmaradt ez a kettősség, a népi értelmiség, amely így-úgy beépült a magas vagy közép-magas értelmiségben, csak éppen azok olyan különbségek, hogy nem tanulta meg a nyugati nyelveket, amíg a másodgenerációs értelmiségi, amelyeknek dokumentálhatóan a háttere nem magyar,